Most azért próbálják meg büntetni Magyarországot, mert él az uniós alapszerződésekben lefektetett jogával. A jogállamisági eljárások független attól, hogy most 10 milliárd eurót megkap Magyarország vagy sem, ezek már kezdettől fogva a politikai önkény eszközei voltak. Mi nem szolgamódon követjük azt, amit valahol Nyugat-Európában kitalálnak. Egészen abszurd szituáció, az unió mind többet és többet kér, és nem akar semmit sem adni. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztelettel köszöntöm a Mandiner Világrend című műsorának hallgatóit, nézőit. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner főmunkatársa, és a következő félórás beszélgetésben EU-s témákról lesz szó. Három különböző, illetve egymással is részben összefüggő témát fogunk markolni. Holnap lesz csütörtökön az EU csúcs, ahol nagy döntések lesznek az ukrajnai támogatásról. Az EU szuperállammá alakulásának projektjéről is szót ejtünk, illetve az európai parlamenti választások kampányáról is, hiszen az már dübörög, és véletlenül ez fel fog erősödni a következő hónapokban egészen a júniusi voksolásig. Ezekben a témákban vendégem lesz. Brüsszelből kapcsoljuk Gáth Ákos Bencét, az MCC Brüsszel irodájának Európai Uniós ügyekért felelős vezetőjét, aki egyébként még a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a kutatója is. Bence, tegeződő a Nexus, régóta ismerjük egymást. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, köszöntelek, és akkor belevágunk a témákba. Szervusz Tamás, és köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket is. Ukrajnai támogatás, 50 milliárd eurós pénzügyi támogatáshoz szavaz a tanács holnap. Tudjuk, hogy ennek van egy előzménye. Decemberben volt egy előzetes voksolás, ott Magyarország idézőjelbe vétózott, a magyar támogatás nem volt meg az egyhangú döntéshez. Most a második forduló, február 1-e, Magyarország még mindig ellenzi. Ugye az a kérdés, hogy többféle forgatókönyv van, te mit valószínűsítesz? Elállnak a vétótól, Orbán Viktor jelesül, mint Magyarország miniszterelnöke, vagy egy hasonló decemberi forgatókönyv lesz, tehát elállás, vagy pedig megszavazás? Először is azt szeretném kiemelni, hogy óriási a nyomás. Tehát biztos olvastátok ti is, hogy a Financial Times megjelentetett két cikket is azzal kapcsolatban, hogy Magyarországot pénzügyi blokkád alá, vagy gazdasági támadás alá vonhatna az Európai Unió abban az esetben, hogyha nem támogatja a miniszterelnök úr Ukrajnának nyújtandó 50 milliárdos segélycsomagot. Na most ugye ilyen, ez példátlan az unió történetében. Az Európai Uniót egyébként éppen azért hozták létre annak idején, hogy segítse a különböző európai országoknak a gazdasági együttműködését, gyakorlatilag azzal, hogy összehozza a különböző országokat, közös piacot teremt, közös szabályokat, támogatási rendszereket, szakpolitikákat dolgoz ki. Ennek az a célja, hogy erősítse a különböző tagállamokat egyesével, tehát egészen példátlan, hogy az Európai Uniós intézményi rendszerben olyan dokumentumok kerülhetnek kidolgozásra, vagy keringhetnek, amelyek egy tagállam tönkretételéről szólnak. Ez is mutatja, hogy mennyire felfokozott most a hangulat Brüsszelben. Talán ilyet még sosem tapasztaltunk. Erre látszik, hogy magát a magyar diplomáciai és miniszter úrnak megjelent egy interjúja a francia Le Point napilapban is, amelyben elmagyarázza a magyar álláspontot, úgy gondolom ez rendkívül fontos, ezekről biztosan tudunk még beszélni, hogy mi lesz a csúcsnak a kimenetele, ugye ez volt a kérdésed, ezt nehéz előre megjósolni, de az már látható, hogy Magyarország szombaton küldött egy kompromisszumos javaslatot Brüsszelbe, erre esetleg kitérnék, hogyha érdekel, de hagylak természetesen téged kérdezni. Meg is kérnélek, hogy térjék ki rá, mert ez lett volna a második kérdésem, hogyha igennel nemmel feleltél volna ennek függvényében, de akkor először kérlek, hogy mondd meg, hogy mi a te forgatókönyved, hogy decemberi forgatókönyv, Magyarország valami kompromisszumban kihátrál a vétóból, vagy pedig itt tényleg egy kemény magyar magatartást fogunk látni, és utána rátérünk arra, amit említettél, a magyar javaslatra. Nézd, a magyar álláspont az teljesen világos, tehát azt hangoztatjuk a mai napig, azt hangoztatja a kormány, hogy 50 milliárdos bianco csekket eljuttatni Ukrajna számára 5 évre előre, vagy 4 évre előre aláírni, úgyhogy nem tudjuk, hogy pontosan hova mennek ezek a pénzek, nem átláthatóak a folyamatok, és ráadásul ezt az EU közös büdzséjén keresztül tennénk, tehát nem bilaterális megegyezéseken keresztül, vagy országok közötti megállapodáson keresztül. Ezt Magyarország alapvetően nem támogatja. Ugyanakkor látva a nyomást, lehetett olvasni arról, hogy a magyar kormány azt a kompromisszumot javasolta, hogy akkor támogatja, hajlandó támogatni, vagy nem áll ellen többet most már ennek a javaslatnak, abban az esetben, hogyha biztosítanak a
az állam és kormányfők döntése alapján biztosítanak majd egy éves felülvizsgálatot, tehát évente újra összeülnének az unió, az uniós tagállamok vezetői, és megnéznék, hogy hogyan tovább, tehát újra beleegyezésüket kellene adni a következő évi támogatásokhoz. Ez lenne a magyar kompromisszum, amit egyelőre olvastunk. Meglátjuk, hogy mindebből mi kerekedik ki a holnapi EU csúcson. Lehet, hogy egy hosszúra nyúló csúcs lesz, lehet, hogy egészen meglepett, és szerűen megint röviddel a kezdete után döntés születik. Ezt nagyon nehéz megjósolni, ilyenkor óriási politikai játszmák vannak a háttérben. Igen, amit említettél, a magyar javaslat, ugye ez egy 4 éves támogatás, aminek az évenkénti felülbírálatának a lehetőségét kérte Orbán Viktor, de amit említettél, arra voltak már reakciók, több uniós portál írt erről, nyilván benfentes információk és név nélkül nyilatkozó EU-s tisztségviselők mondják ezeket, de elég egyöntetőnek tűnik, hogy tagállam ezt nem fogadja el, ezt a kompromisszumot, hogy az, hogy most előzetesen ezt üzenik, hogy nem, ez még ugye benne van a pakliban az is, hogy csütörtökön az zárt ajtók mögött ugye a kormány és államfők meg tudjanak egyezni, és mégis adnak valami opt-outot Magyarország számára. Abszolút, vagy valamilyen megegyezésre kerül sor, amelyről esetleg mi nem tudunk, hiszen ugye zárt ülésen egyeznek meg az állam és kormányfők ezekről a kérdésekről. Tehát én itt azt hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy Magyarország tárgyal. Tehát azzal, hogy egy uniós közös döntést szükségeltetik most Ukrajna támogatásához, Magyarország számára ugye tárgyalási pozíció nyílt meg, tehát nem egy automatikus jóváhagyásról van itt szó, hanem arról, hogy a magyar fél kifejezheti fenntartásait, kifejezheti, hogy milyen garanciákat kér, tehát mi nem szolgamódon követjük azt, amit valahol Nyugat-Európában kitalálnak, hanem azt mondjuk, hogy komolyan veszük ezt a kérdést, ezért komolyan szeretnénk róla dönteni és szavazni is. Ezt hozzátennem, nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy ez a vétó kifejezés ez igazából nem állja meg a helyét, hiszen félrevezető. A vétó az azt sugallja, hogy van valamiféle közös iránya az Európai Uniónak, és ezzel a rendkívüli esetben lehet ez ellen vétót emelni. De nem erről van szó, egész más a dolognak a logikája. Itt arról van szó, hogy amikor az Európai Uniót létrehozták, és a különböző alapszerződéseken keresztül alakították annak a működését, struktúráját, akkor egyértelműen az Európai Uniós tagállamok arról döntöttek, hogy a külpolitikát, a védelempolitikát, és egyébként a költségvetési döntéseket azt olyan fontos szuverenitás kérdésnek tekintik, amelyet nem utalnak semmelyik uniós intézménynek a hatáskörében, és kizárják azt, hogy erről akár egy valamiféle többség, de dönthessen egy másik ország feje felett. Tehát csak akkor lehet ezekben a kérdésekben előre menni, kivételes esetben, hiszen ez nem az Európai Uniónak az elsődleges feladata és hatásköre. Ha minden tagállam egyértelműen egyetért abban, hogy haladjunk előre ebben a témában, amennyiben nincsen egyetértés, esetleg az az alapállás, hogy nem is kellene tárgyalni ilyen kérdésről, viszont hogyha már alakul egy megegyezés, akkor meg kompromisszumot kell kötni. Tehát egészen torz az a nyugati narratíva, amely azt sugallja, mint hogy Magyarországnak kötelessége, vagy morális elvárás lenne, hogy bármit jóvá hagyjon. Hát Magyarország a saját jogával él akkor, amikor megszólal és egyes döntéseket kifogásol, vagy más irányba kíván terelni. És most azért próbálják meg büntetni Magyarországot, mert él az uniós alapszerződésekben lefektetett jogával. Tehát ez egy egészen abszurd szituáció, és mutatja azt, hogy az Európai Unióban az erőpolitika mennyire elhatalmasodott éppen a jogállami elvek felett egyébként. Erre visszatérünk, mert ez egy nagyon fontos szempont, amit most mondtál, a hatásköri történet, ami folyamatosan módosul az alapszerződés rovására is, és erről még muszáj szót ejtenünk. De lezárva még az ukrajnai szavazást, hogy itt az a kellemetlen helyzet az, hogy itt van 27 tagállam, 26 egységben van, és belátják azt, hogy Ukrajna pénzügyi támogatása vitális kérdés ahhoz, hogy Ukrajna tudja folytatni a idézőjeles honvédő háborúját Oroszország ellen. Magyarország pedig a szuverenitásra hivatkozva, ahogy te is említetted, Szijjártó Péter nekünk adott decemberi nyilatkozatából idézek, miért szavaznánk meg azt, amikor egy újabb hitelfelvételről volt szó, nem akarunk eladósodni, a másik külügyminisztéri érv pedig az volt, hogy még a korábbi hitelfelvétellel létrehozott helyreállítási alappénzeit se kapta meg Magyarország, miért ugrana bele egy második hitelfelvételbe, hogyha az elsőnek a garanciális dolgait se kapjuk meg. Ezek fontos érvek, szuverenitás kontra biztonsági érvek.
Sokszor látunk ilyen patthelyzetet, mindig volt valamiféle megoldás, de ugye ez mutat egy, ez az egész ügy mutat egy óriási problémát, ami az EU-ban megjelent, és ez az részben, amit említettél, hogy egy állam él a szuverenitási jogával, ugyanakkor akadály, idézőjelben a nem vétójával, de máshogy szavazásával akadályoz egy egyhangú döntéshozatalt. A kérdésem az, hogy mivel ezek a patthelyzetek állandóan előfordulnak, lehet egy módosítás majd, hogy nem kell mondjuk egyhangú szavazás ilyen kardinális ügyekben a jövőben? Sok mindenre kitértél a kérdésedbe. Az egyik, amire rögtön válaszolnék és kiemelném, hogy mint külügyminiszter úr is említette, itt nem csak arról van szó, hogy támogatunk egy döntést egy absztrakt módon, hanem arról van szó, hogy, egyrészt milyen álláspontot képviselünk ebben a háborúban, támogatjuk-e az egyik felet azzal, hogy gyakorlatilag 5 évre előre vagy 4 évre előre azt mondjuk, hogy még ez a háború biztosan folytatódik, és ehhez támogatást nyújtunk, vagy tehát ez már önmagában húsba vágó kérdés, tehát gondoljunk meg, hogy igazából itt arról is van szó, hogy Magyarországnak plusz összegeket kellene befizetni az Európai Uniós büdzsébe, azaz a magyar adófizetők pénzéről is szó van, és hogyha így vesszük ezt a kérdést, akkor az egészen elképesztő, hogy egyes országok elvárásokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy muszáj befizetnetek azt a plusz pénzt. És akkor az egésznek a non plusz ultrája, hogy közben rendes uniós forrásokat, amelyek Magyarországnak járnak, azért, mert megnyitotta a piacokat nyugat-európaiak számára, a magyar piacokat, járnának kohéziós források, és ezeket egyszerűen nem fizetik ki. Tehát egy egészen abszurd szituáció, az Unió mind többet és többet kér, és nem akar semmit sem adni, hát ez nyilvánvaló, hogy tarthatatlan, és a kormánynak az a feladata, hogy elérje, hogy cserében Magyarországgal minél korrektebbül bánjanak. Ugye ez volt az egyik kérdés. Amit mondtál, a másik, az inkább a nyugat-európai narratív, hogy itt 26 ország egységes, és Magyarország áll csak külön lábakon, külön pozícióban. Én úgy gondolom, hogy ez nem ennyire fekete-fehér, sokkal több tagállam van, aki hezitál, esetleg zárt ajtók mögött, csak nem mernek így kiállni, vagy nincs meg otthon a megfelelő, stabil kormányzati pozíciójuk ahhoz, hogy kemény álláspontot vállaljanak, hiszen szóval nagyon sok helyen koalíciós kormányzás van, könnyű megbuktatni azokat a kormányokat, nincs egy olyan stabilitás, mint Magyarországon, ezért valamiért Magyarország keveredett abba a helyzetbe, hogy Magyarország tud egyedül alternatívákról beszélni az Európai Unióban, anélkül, hogy másnap különböző NGO-k, szervezkedéseken keresztül megbuktatnák odahaza. Tehát sokszor hallani akár néppárti képviselők részéről is, hogy egyetértenek Magyarországgal, most nem csak a háborúról beszélek, hanem általában véve, de azt mondják, hogyha ők ezt az álláspontot vállalnák, akkor őket kivégezni az otthoni sajtók. Egészen elképesztő ez a helyzet. Úgyhogy nem azt mondanám, hogy 26 kontra 1, ez most egy bemutatása a kérdésnek, azt mondanám, hogy a további 26 országból a hezitálókat, azokat már leszalámizták, meggyőzték, és Magyarország az, aki egyedül képvisel még egy külön véleményt, amely azonban nem csak a magyarok számára érthető vélemény, hanem rezonál nyugaton is, csak egyszerűen a politikai helyzet olyan, hogy ennek nem tudnak úgy hangot adni, mint Magyarország, és nem mernek. Ez egy politikai bátorság kérdése is. Visszatérve arra, amit az adás elején mondta, Financial Times cikk, ami, hogy azok a hallgatók, nézők is értsék, akik esetleg erről még nem hallottak az elmúlt 3 nap során, ugye itt egy kiszivárgott európai tanácsi háttéranyagról van szó, amit ez a brit lap, ez a pénzügyi lap megszellőztetett. Egyébként Orbán Viktor maga azt mondja, hogy ha egy ilyen irat kiszivárog a nemzetközi pénzügyi sajtóban, akkor az nem véletlen, az nem egy fals dokumentum, valószínűleg egy valós terv. Mások, például Európai Uniós tisztségviselők az elmúlt néhány napban azt mondták, hogy nyilvánvalóan nincs ilyen terv, hogy Magyarországot pénzügyileg kivéreztessék, hogyha már az Ukrajna ügyben is ellenáll a 26 kontra 1 szavazásnál. Szerinted ez a háttérirat valós, vagy pedig ez megint ennek a politikai háttérjátéknak a része és egy kacsa? Mindenképpen azt mondom, hogy a politikai játéknak a része, ugyanakkor nincs okom arra, hogy ne értsek egyet azzal, ahogy miniszterelnök úr is fogalmazott. Ami egy ilyen befolyásos labban megjelenik, az bizony egy komoly fenyegetés, tehát ez nem arról van szó, hogy itt egy újságíró fantáziál és leír valamit fals infókra támaszkodva, hanem itt egyértelműen arról van szó, hogy valakik nagyhatalmú befolyásos szereplők üzenni akartak Magyarországnak. Tehát itt megy egy fenyegetőzés, egy üzengetés, hozzáteszem, ez szerint
szerintem nagyon-nagyon káros az Európai Uniós együttműködésre, mert sokkal tisztább lenne az, hogyha az állam és kormányfők megbeszélnék ezt a holnapi ülésükön egymás között, nem pedig üzengetnének egymásnak, de az Európai Uniós politika már csak ilyen, tehát itt egy-egy Twitter bejegyzés, egy-egy névtelen forrása hivatkozó sajtóközlemény. A Politikóban egyébként meg is mosolyogtató, hogy mindig arra hivatkoznak, hogy nevük elhallgatását kérő tisztviselők, magas szintű diplomaták ezt és ezt mondták. Hát nem tudom, hogy valóban léteznek-e ilyen diplomaták, vagy itt gyakorlatilag egy narratívát kell tovább csatornázni a Politikónak is, és akkor ez az állandó szófordulat, hogy nevük elhallgatását kérő tisztviselők, diplomaták, befolyásos politikusok megerősítették ezt és ezt az álláspontot. Úgy lehet, hogy valaki egyszerűen elhelyezett egy ilyen cikket a Politikóban, és csak becsatornázták. Hát ez a brüsszeli játszmának a része, tehát tárgyalási folyamatban vagyunk, tehát soha nem szabad, úgy gondolom, kétségbe esni, mindent komolyan kell venni, mindent mérlegelni kell, de nem szabad elfelejteni, hogy itt Magyarországnak is tárgyaló pozíciója van, és holnap valószínűleg döntés születik, hogy mi jön ki ebből a kérdéskörből. Ugye a nézők kedvéért mondom el, mert ugye ha otthonról olvasok ezeket a híreket, akkor felmerülhet valakiben, hogy miért kell Magyarországnak mindig tárgyalnia, vagy ellentmondania a bizonyos kérdésekben. Nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy így van, támogatjuk, amit ők elképzeltek, és akkor hát a békén hagynak bennünket. Na most ugye, ha így lenne, akkor ennek a dolognak nem lennének határai. Tehát nem az lenne, hogy bizonyos kérdésekben akkor bizonyos kérdéseket elengedünk, és utána akkor kedvesebben állnának hozzánk, nem az lenne, hogy addig, amíg gyakorlatilag nem hagyunk mindent jóvá, amit nyugaton kitálnak automatikusan, kérdés nélkül, mindaddig problémájuk lenne a magyar kormányzattal és Magyarországgal. Tehát ez nem állna meg sehol, az összes dossziéban ezt követelnék. Tehát egyetlen egy lehetséges stratégia az az, hogy mindenki tudja, Magyarország nem enged el dossziékat, Magyarország tárgyal minden egyes dossziéval kapcsolatban, és ez először konfrontatívabbnak tűnik, de a nemzeti érdek szempontjából fontos, hiszen nézzük meg csak például ezt a szlovák példát. 2010-es évek elején Szlovákiával feszült volt a viszony. Magyarország keményen kiállt a magyar kisebbségekért, és aztán végül is sikerült megtalálni a szlovák féllel a megfelelő hangot, mert látták, hogy itt van egy komoly tárgyaló partner, és az, hogy valaki ellenálláspontot képvisel, az nem azt jelenti, hogy örökre ellenfél akar maradni, csak egy ellenpontot képez, ami alapján lehet tárgyalni, és egy mindenki számára kielégítőbb megoldást találni. Szóval szoktam mondani, hogy De Gaulle tábornoknak, a De Gaulle francia elnöknek az egyik nagykövetét egyszer megkérdezték, hogy mit gondol arról, hogy a kis, közepes méretű tagállamoknak, vagy államoknak kell-e képviselni az érdekeiket különböző tárgyalási folyamatok kapcsán, és ő azt válaszolta erre, hogy ezeknek az államoknak kell a leginkább kiállni érdekeikért, mert senki nem fogja azokat magától értetőnek venni, és senki nem fogja helyettük azt képviselni. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Még egy dolog eszembe jutott, ha már beszélünk arról, hogy milyen hírek szellőztetődnek meg ugye az Európai Uniós közéletben. A hetes cikke szerinti eljárás is pedzegették az elmúlt napokban. Ugye ez a szavazati jog felfüggesztését jelenti uniós döntési jogkörben, egy tagországnak a szavazati jogának a felfüggesztését. Ez valós veszély, vagy ez a háborús üzengetésnek a része? Úgy gondolom, hogy minden benne van a pakliban, tehát ez is a fenyegetések egy része. Nem is azzal kellene foglalkozni, és van ilyen fenyegetés, hanem az, hogy ez mit jelent, és ebből mit tudunk mi leszűrni. A hetedik cikk szerinti eljárásban lehet egyedül felfüggeszteni egy tagállamnak a szavazati jogát. Itt ráadásul a hetedik cikknek a második bekezdéséről van szó. Ez azért fontos, mert két különböző eljárás van a hetedik cikk alatt. Az egyik nem tesz lehetővé szavazati jog felfüggesztés, a másik igen. Na most ugye mi hogy szoktuk nevezni ezt a hetedik cikk szerinti eljárást? Jogállamisági eljárásnak. Mindig azt mondjuk magyarok, hogy ez a jogállamisági eljárás, ez igazából egy politikai nyomásgyakorlás, valójában nem a jogállam miatt aggódnak, nem a bírói függetlenség miatt aggódnak, nem a magyar helyzet miatt aggódnak, hanem igazából azért fogják rá Magyarországra, hogy nem tartja tiszteletben a jogállami normákat, hogy ezen keresztül is nyomást gyakoroljanak hazánkra. Most ami most zajlik az elmúlt napokban, és erről több cikket is írtam, az pontosan ennek a nyílt és egyértelmű beismerése. Ugyanis azt mondják a Magyarországnak a politikai riválisai, hogy amennyiben Magyarország nem támogatja
Ukrajnának nyújtandó támogatást, azaz egy külpolitikai, védelempolitikai és költségvetési döntést, akkor felfüggesztik a szavazati jogát a jogállamisági eljáráson keresztül. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy vannak azok a jó jogállamok, akik minden, azok az államok, amelyek minden brüsszeli elképzelést követnek, és vannak a rossz jogállamok, vagy rossz tagállamok, amelyek már nem jogállamok, azért, mert nem követik a brüsszeli politikai elképzeléseket a háború kapcsán, vagy ahogy Ursula von der Leyen elismerte 2 héttel ezelőtti plenáris beszédében a migráció kapcsán, vagy a gender kérdések kapcsán. Tehát most már teljes mértékben lehullott a lepel, egyszerűen nem is lehet már arról beszélni, hogy ezek a különböző eljárások, amiket az Unió létrehozott az elmúlt évtizedben, elmúlt 10 évben, és jogállamisági eljárásoknak keresztelte, én javaslom, hogy ezt a terminus technicust át kéne alakítani, és jogtipró eljárásoknak kellene nevezni, hiszen azok a módszerek, amelyeket jogállamisági eljárásnak neveznek, valójában a tagállamoknak a meglévő jogait csorbítják, azokat próbálják kijátszani politikai okokból. Ilyen jog például az, hogy olyan kérdésekben próbál az Unió döntést kierőszakolni, magyar belpolitikai kérdésekben, amelyhez nincs joga, oktatás kérdése, társadalmi kérdések, gender kérdések, vagy pedig ez is ide tartozik, hogy most egyszerűen Magyarország szavazati jogát akarnák felfüggeszteni, csak azért, mert él az egyetnemértés jogával, amelyet az alapszerződés is lehetővé tesz, és ezt ők jogállamisági eljárásnak keresztelik. Ez az egésznek az non plus ultrája, és hogyha túl leszünk mindezen a feszült tárgyalásokon, tárgyalási folyamatokon, akkor érdemes lesz erre visszamutatni mindig Magyarországnak, hogy milyen jogállamisági eljárásokról beszéltek. Hát már ti már leírtátok többször, megfogalmaztátok, hogy itt politikai elvárásaitok vannak. Akkor higgyátok ezt politikai eljárásnak. Igen, amire célzol, ugye egyrészt a bírósági rendszer megváltoztatása, korrupció ellenes intézkedések, a kormány ezen a két téren lépett, és részben ennek köszönhető, ugye, hogy a pénzeknek egy része megjött, ugye itt kohéziós pénzekről és a helyreállítási alapnak a két forrásból jövő pénzeiről van szó, de még vissza van tartva egy része, és itt most, amire utaltál von der Leyen beszéd 2 héttel ezelőtt, itt tényleg a gyermekvédelmi törvényt, amit ők genderügynek neveznek, mi nem annak, és az akadémiai szabadság, illetve a migráció 3-as ügye van még terítéken. Tényleg úgy tűnik, mintha ha a jogállamiságból, ami egy államberendezkedés, jogállamis elvek betartása, ez már egy egészen más területre vezet, egy háborús szavazáshoz és a migráció kérdéséhez, aminek már tényleg nem sok köze van a jogállamisági szigorú kritériumokhoz. Tehát akkor én úgy vélem, hogy az előző válaszodból ítélve, hogy te teljes mértékben egyetértesz azzal a kormányzati narratívával, hogy ahogy Orbán Viktor, Szijjártó Péter vagy akár Kovács Zoltán az elmúlt napokban nyilatkozott, ők egyszerűen azzal a szóval fejezik ki, hogy ez egy zsarolás, amit jogállamisági eljárás és egyéb kritérium bevasalások örvén az EU Magyarországgal tesz. Ez egyértelműen így van, és valóban azonos állásponton vagyok ezzel a kérdéssel kapcsolatban a magyar kormányzattal. Egyrészt azért, mert nagyon hitelesnek tartom azokat a szereplőket, akik képviselik ezt az álláspontot, de talán még érdekesebb az, hogy én azért foglalkoztam ezzel a kérdéssel behatóan, gyakorlatilag 2016 óta kutatom a jogállamiság, uniós jogállamiság politika kérdését, már beszéltünk róla, könyvet is írtam, PhD disszertációt védtem meg ebben, és én abszolút azt látom bizonyítottnak és tudományosan is alátámaszthatónak, hogy itt egy politikai játszma zajlik a jogállamiság nevében. Ezt sokszor próbálják elkendőzni, de hangsúlyozom, most az elmúlt napokban, hetekben, most már nem is az, hogy kilóg a lóláb, tehát a lónak nem csak a lába ló ki, egy 4 lába, hanem egy egészen egyszerű kis icipici köntös van azon a lovon, mert mindenek kilóg annak a szerencsétlen lónak ebben a kérdésben. Tehát erre a kérdésre többé azt mondani, hogy itt alkotmányos elveket kérnek számon Magyarországon, mindenféle objektív standardok alapján, ez egyszerűen már senki nem vállalhatja föl nyíltan. Tehát itt arról van szó, hogy politikai nyomásgyakorlás folyik Magyarországgal szemben,
Maga Ursula von der Leyennek volt egyébként egy másik elszólása, amelyet kicsit kevésbé kapott fel a média, de ugyanabban a beszédben január 17-én azt is mondta, meg kellett védenie ugyanis magát az Európai Parlamenttel szemben. Azt mondta ugyanis, hogy amennyiben a bizottság most nem szabadította volna fel azt a 10,2 milliárd eurót Magyarország kohéziós támogatásai kapcsán, és nem kezdené el folyósítani Magyarországnak, úgy, hogy közben a bizottság is megállapította, hogy amit kértek reformokat, azt Magyarország végrehajtott, akkor ez gyakorlatilag, ez csak akkor lehetne visszatartható ez a pénz, hogyha önkényes politikai döntést hoznának, és ők be akarják tartani a saját szabályaikat, ez a rule of law, ez a jogállamiság, ezért kifizetik a 10 milliárd eurót, és ez egy üzenet volt az Európai Parlament számára, akik akármi történik, akármilyen reformot hoz Magyarország, akkor is azt mondják, hogy egy eurócentet sem szeretnének Magyarországnak adni, ismerjük a mondatokat, ki kell éheztetni Magyarországot, Katarina Barbie, szocialista német képviselő mondta ezt annak idején, és ezzel von der Leyen üzent a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, hogyha ti ezt követelitek, akkor bizony el kell gondolkozni azon, hogy ti a politikai önkényt akarjátok érvényesíteni, és nem a szabályokat. Én azért ezt azzal egészíteném ki, hogy a jogállamisági eljárások függetlenül attól, hogy most 10 milliárd eurót megkap Magyarország vagy sem, ezek már kezdettől fogva a politikai önkény eszközei voltak, viszont érdekes, hogy most már ezt a narratívát megpedzítette az Európai Bizottság elnöke, és ez egyfajta részleges beismerő vallomásnak tekinthető. Ez a téma, amiket most mondtál, átvezet bennünket az Európai Szuperállam létrehozásának projektjének a témájához, de mielőtt ebbe belecsapnánk, és hogyha Ukrajna szavazás lesz holnap csütörtökön, akkor még egy ukrán kérdés hagyd tegyek itt be zárójelbe. Ugye Szijjártó Péter decemberben azt nyilatkozta nekünk, mikor Ukrajnával kapcsolatban kérdeztük, idézem, az okok, amelyek miatt mi továbbra sem támogatjuk az Ukrajnával a csatlakozási tárgyalások megkezdését, ugye a decemberi voks az erről szólt, meg is történt, azok továbbra is fennállnak. Tehát az okok fennállnak. És azt hozta fel a külügyminiszter, hogy a 2015 előtti jogállapotot kellene visszaállítani ahhoz, hogy legyen egy tárgyalási alap a kárpátai magyar kisebbség jogfosztásának ügyében. És az az érdekes, hogy ugye a minap megtörtént az ungvári találkozó a két külügyminiszter között, 11 pontos magyar kérés átadva, az ukránok ott a újságírók plénuma előtt megígérték, hogy 10 napon belül választ adnak, ha jól számolom, az február 8, tehát napokon belül lesz egy ukrán válasz, és hogyha belátják, hogy ezt orvosolniuk kell, ugye ők EU tagok akarnak lenni, ezt muszáj hozzányúlniuk a kisebbségi jogokhoz, visszafele, visszaállítani a jogsértésekből a jog betartás fele. Akkor mit lép majd a magyar kormány, hogyha az ukránok betartják ezt, akkor azt mondja Magyarország majd, hogy rendben van, akkor a kisebbség ugye rendezve, akkor mi támogatjuk Ukrajna tagságát? Úgy gondolom, hogy ez a cél, tehát kifejezetten azt mondja a kormányzat, hogy a magyarok kisebbségi jogait szeretnék 2015-ös állapotok elé visszaállítani Ukrajnában. Ez évek óta hangsúlyozza a magyar fél, már a háború előtt is, mert a háború előtt jóval próbáltak tárgyalni Ukrajnával a véget, hogy módosítsa ezeket az emberi jogokat, egyébként rendkívül sértő intézkedéseket, csak erre az ukrán fél egyszerűen nem volt hajlandó. Én emlékszek arra az időszakban, mert kint dolgoztam akkor az Európai Parlament elnöki kabinetében, amikor szintén volt erről szó, hogy mi a helyzet a kárpátaljai magyarokkal, és hogyha valaki ezt megmert említeni az Európai Parlamentben, egyébként Tajani elnök úr nagyon korrekt volt, hiszen többször is találkozott a kárpátaljai magyaroknak a képviselőjével, de akkora nyomás érkezett a különböző EP képviselők részére, amit lehetett tapasztalni a parlamentben, az üléseken, nyílt megfogalmazásokban, hogy azt mondták, hogy ha Magyarország kiáll a saját magyar kisebbségei védelme érdekében, és emiatt kér valamit Ukrajnától, vagy kritikát fogalmaz meg, akkor ez gyakorlatilag egy orosz álláspontot képvisel. Tehát itt Brüsszelben mindent ebből a szemszögből próbálnak megvilágítani, hogy ki van Ukrajnában, és ki van Oroszországa. Nem tudják azt megemészteni, hogy van egy szuverén ország, amelynek saját érdekei, és saját
jól felfogott nemzeti érdekei vannak a kérdésben, és nem tudják, csak ilyen fekete-fehér narratívában gondolkoznak, és ez a háború kapcsán még kontrasztosabbá vált, és eszkalálódott is 2022-től kezdve. Én viszont most azt látom, hogy nagyon fontos, hogy a két fél leült egymással, külügyminiszteri szinten, úgy gondolom ez egy nagyon fontos lépés, mindenképpen támogatandó lépés, hiszen mind a két országnak az az érdeke, hogy megegyezésre kerüljön sor, viszont pont arról van szó, amiről az korábban is beszéltem, az, hogy létrejöhetett ez a találkozó, és egyáltalán az ukránok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, az a magyar külpolitika kemény álláspontjának az eredménye, hiszen korábban azt láttuk, hogy semmibe vették a magyar kérdéseket. Most ugye fontos kérdésekben Magyarország kondíciókat, feltételeket szabott, úgy mint például az Ukrajna támogatása, csatlakozásuk, EU csatlakozásuk támogatásában is, az ukránoknak is tárgyalniuk kell. Teljesen mindegy, hogy területileg egy sokkal nagyobb országról van szó, hogy ezt nagyon fontos figyelembe venni, mert az ukránok egy egész más hatalmi szemszögből tekintenek Magyarországra, de teljesen mindegy, hogyha Magyarországnak van tárgyaló pozíció, azzal élnie kell. Tehát nem szabad elmulasztani ilyen kérdéseket, és én nagyon-nagyon nagy bátorságnak tartom, és amikor láttam a tegnap előtti híreket, ezt őszinte véleményem, hogy ekkora nyomás közepette, ekkora nemzetközi nyomás, más halálos fenyegetések közepette, amelyek a külügyminiszter urat kérték. Ez igenis egy politikai bátorságra van, hogy Magyarország nem engedte el a kérdést, hanem azt mondta, kiállunk azokért, a magyarokért, akik határon túl élnek és Kárpátalján élnek. Én ezt úgy gondolom, hogy ez példaszerű, és később lehet, hogy retrospektíven, majd visszatekintve a történelembe, elismerik ennek a kérdéskörnek a fontosságát, hogy van, aki kiáll a kárpátaljai magyarokért. Köszönöm. Visszatérve az eredeti témánkhoz, EU politika, és akkor rátérnénk a második témánkra, ez már rövidebb lesz, mint az első blokkunk, ez pedig az európai szuperállam létrehozásának a projektje. Ezt nem én állítom, vagy újságírók, vagy narratíva tolók, hanem Jacek Szerius Wolski, az EP egyik jelentéstevője, egy héttel ezelőtt volt szerencsém vele interjút készíteni. Ugye ő egy bevallottan jobboldali lengyel politikus, viszont benne van az EU döntéshozó mechanizmusában, az EP részéről, és ő azt állította az interjúban, amit veled is telefonon az interjúterről beszélgettünk, minden szakértő számára ez egy evidencia, hogy az új projekt szerint, ami az alapszerződés megváltoztatásával alakulna ki, ez egy bizottsági előterjesztés, de az EP előtt van már ez a terv, újabb, mint egy fél tucat szektornak a hatáskörét vonnák el a tagállamoktól, és kerülne bizottsági hatáskörbe. Vagyis ez a folyamat, amit látunk most már egy évtizedet nagyon erősen, ez a következő években fel fog gyorsulni, és hogyha lesz egy alapszerződés módosítás, akkor nagyon nehéz helyzetben lesz Magyarország a szuverén, nem csak Magyarország, az összes tagállam, mind a 27, akár politikai nyomás, akár koalíciós kormány, vagy bármi tényező, amit előbb mondtál, még hogyha egy kormány, egy többségi kormány, akkor is nehéz lesz majd a tagállami érdekeket képviselni. A kérdésem hozzád azt, te látod szintén belülről ezt a boszorkánykonyhát, ha mondhatom így, hogy hogyan alakulnak ezek a döntés előkészítések. Hogyan formálódik egy ilyen volumenű döntés? Egy NGO-t megkér az Európai Bizottság, letesz egy közvéleménykutatás, utána a bizottság készít egy tervet, beadja a parlamentnek, a parlamenti többség elfogadja, és akkor kötelezővé válik, vagy hogyan történik ez? Először is a végénél kezdeném, akkor lehet átírni az uniós alapszerződéseket, ha ezt minden tagállam egyhangúan támogatja. Tehát itt megint arról van szó, hogyha egy tagállamnak is legalább kifogása van az uniós alapszerződés módosításával kapcsolatban, akkor bizony azt az alapszerződést nem lehet módosítani. Azaz ez azt jelenti, hogyha Magyarországon akkor, amikor ez az uniós alapszerződés módosítás a politikai, európai politikai agendára felkerül és szavaznak róla, ha Magyarországon akkor továbbra is olyan kormányzat lesz, amely kiáll a magyar szuverenitásért, akkor képes lesz tárgyalni és eredményeket elérni, adott esetben megakadályozni, hogy szuverenitást csorbító intézkedések kerüljenek be az unió alapszerződésébe, ahonnan utána később már nagyon-nagyon nehéz visszautat találni. Szóval szerencsés esetben
ez a kormányzat lesz akkor is hatalmon, és akkor ebben az esetben van esélye Magyarországnak. Hogyha az ellenzék kerülne hatalomra, akkor ennek pontosan az ellentétje történne, gyakorlatilag egy perc alatt egy tolvonással aláírnák Magyarországnak az egyik végítéletének is felfogható, legalábbis a szuverén magyar államnak végítéletének felfogható alapszerződés módosítást, amelyben gyakorlatilag átengedének rendkívül fontos hatásköröket Brüsszelnek, és többé már nem Magyarországon döntenénk arról, hogy hogyan szeretnénk élni, hanem valahol itt Brüsszelben, a brüsszeli hatalmi központban. Most ugye arról, hogy létezik az Európai Egyesült Államok gondolata, föderalista Európa, föderális Európa gondolata, azaz egy olyan Európa gondolata, ahol a főhatalom már nem a nemzeti kormányok és parlamentek kezében van, azzal kapcsolatban, hogy éljünk Magyarországon, valójában nem a nemzeti kormányok döntenek, és nem a nemzeti parlamentek, hanem valahonnan Brüsszelből, ahogy most is már számos területen teszik, megmondanák, hogy mi az illedomos viselkedésmód, vagy követendő politikai irány. Ez nem egy kitaláció, ezt szeretném hangsúlyozni, nagyon fontos, ez nekem személyes, tudományos, politikai meggyőződésem is, ez az én tapasztalatom is, és nem utolsó sorban most itt az MCC brüsszeli központjából nagyon közelről látom azt, hogy hogyan gondolkodik a brüsszeli elit, korábbi munkáim során is közelről láttam ezt, és most éppen írtam is egy elemzést ezzel kapcsolatban, az Európai Egyesült Államok gondolatával kapcsolatban. Még nem jelent meg, de egy-két gondolatot felvillantanék belőle, mert nagyon fontos. Az egyik az az, hogy az Európai Egyesült Államok gondolata néha leplezetten, néha pedig kevésbé kendőzötten halad előre. Ez azt jelenti, hogy az európai elit tagjai attól függően, hogy milyen a közhangulat aktuálisan, olykor tagadják ezt az elképzelésüket, olykor pedig egészen nyíltan kimondják, hiszen úgy gondolják, hogy most éppen van erre egy lehetőség, akkor ezt bedobják a köztudatba, most nem fog kiváltani akkora ellenséges hozzáállást. Maga az egyik Európai Uniós csúcsvezető, egy korábbi biztos, Viviane Reding fogalmazott úgy egy nyilvános beszédében, hogy ő leplezte le gyakorlatilag a föderalista törekvéseit az EU-nak, ő egy néppárti politikus, luxemburgi politikus, néhány évvel ezelőtt, lehet, hogy volt annak már 10 éve is, úgy nyilatkozott, hogy az európai föderalisták sokszor visszariadnak attól, hogy kimondják a gondolataikat nyíltan, mert félnek, hogy milyen ellenállásba ütköznek, de szerinte ezzel fel kell hagyni, és fel kell vállalni a harcot az Európai Egyesült Államokért. Ő maga mondja ezt, hogy sokszor visszariadnak, eufemizmusokat alkalmaznak, körülírásokat, azt mondják, hogy több Európára van szükség, nem mondják ki, hogy ez azt jelenteni, hogy egy európai szuperállamot hoznak létre, csupán taktikai okokból. És számos olyan politikusi megnyilatkozást találtam, kezdve egyébként von der Leyen bizottsági elnök asszonytól kezdve, akik voltak olyan megszólalásaik, amikor azt mondták, hogy ők egyértelműen egy Európai Egyesült Államokban hisznek, aztán később visszakoztak, mert úgy látták, hogy ez most politikailag kevésbé vállalható. De közben a gépezet az folyamatosan ebbe az irányba halad tovább. Tehát ez a veszélye annak, hogy sokszor letagadják, aki az Európai Egyesült Államokról beszél, azt kigúnyolják, hogy ez valamiféle absztrakt fantázia, csak nem kell ezzel foglalkozni, mi ezzel foglalkozunk, akkor gyakorlatilag nem létező problémákkal foglalkozunk, ez sokszor az ellenér a mi érveinkre, ugyanakkor másnap meg azt mondják, hogy Európai Egyesült Államokra van szükség, és a politikai folyamatok egyértelműen ezt mutatják. Ha van még egy perc, akkor elmondanám azt, hogy milyen dokumentumokban rögzítették ezt az elmúlt időben. Parancsolj, és utána ezzel reflektálnék, amit az utolsó mondataidban mondtál. Igen. Hogyha röviden összefoglalnád. Egészen konkrétan az Európai Parlament tavaly ősszel, ősz végén elfogadott egy állásfoglalást, egy európai parlamenti határozatot, amelyben valóban előirányozzák, hogy az Európai Bizottság elnökét hívják az Európai Unió elnökének például, válasszák közvetlenül, tehát számos olyan intézkedést javasolnak, ami elvonná a tagállamok beleszólási jogát abba, hogy kirányítsa Európát, tehát nyíltan kiállnak, talán nem használják az Európai Egyesült Államok kifejezést, de amit körülírnak, az egy Európai Egyesült Államok. Erről van egy papírja az Európai Parlamentnek, egyébként több papírja is van, de a legutóbbi az tavaly őszi. Ezen kívül a francia és a német kormány
egy zárójeles megjegyzést tennék, hogy a német kormánynak a kormány programjában is megtalálható, hogy ők egy föderális Európát akarnak építeni, zárójelbe zárva. Most a német és a francia kormány felkért NGO-kat, vagy szakértőket, pontosabban nem NGO-kat, hanem szakértőket, hogy dolgozzanak ki egy EU reform javaslatot, és ebben a 60 oldalas paperben, 60 oldalas dokumentumban szintén föderalista javaslatokat találunk, mondom, francia és német kormány kérte fel a szakértőket. Egyébként nagyon érdekes, mert amikor a francia kormány képviselőivel, vagy közigazgatás képviselőivel, diplomatáival találkozok, akkor ők azt mondják, kicsit mosolyogva a bajszuk alatt, hogy hát ez nem a francia hivatalos álláspont, hanem ez egy szakértői álláspont. Nem lehet tudni egyébként, hogy ebből mekkora százalékban mi az igazság, mert nem lehet tudni, hogy pontosan mit támogat még ez a két ország. Tehát egészen elkeserítő képet vázolnak fel az Európai Unióban. Bence, ezen a ponton hagyd mondjak egy érdekes adalékot ehhez, amit most a föderalizmust említetted többször, Európai Egyesült Államok projekt, de az általán megkérdezett Szerűs Wolski képviselő, aki belülről látja a projekteket az Európai Parlamentből, azt mondja, hogy ez nem föderális állapot, amit létre akarnak hozni, hanem egy birodalmi állapot, szó szerint idézem őt. És az érve az, hogy a föderális államberendezkedést, amit az Egyesült Államokban látunk, az ugye 50 állam egyenrangú szövetségi államnak a összeszerveződése egy központi kormányzat alatt, de egyenlőség van. És egyéni hatáskörök vannak a szövetségi államokon belül, és ő azt állítja, hogy a kibontakozó új EU projekt az inkább egy tartományi alárendeltség fele mutat, mint egy egyenlangú tagállami entitásnak a létrehozása irányába, és egy német-francia dominancia alatti teljes alárendelődést jelent a kisállamok számára. Mi erre a reflexiód? Azt, hogy ez egy kiváló meglátás. Nyilvánvalóan, hogy itt a politikai kommunikációban egyszerűsítünk, hiszen arról van szó, hogy ha azt mondjuk, hogy föderális Európa, azzal azt hangsúlyozzuk, hogy a jelenlegi inkább konföderális, de legalábbis számos kormányközti jegyet viselő Európai Uniót szupranacionális Európai Unióvá alakítanák át. Röviden, ugye most az Európai Unión belül vannak olyan intézmények, amelyek nemzetek feletti hatalmat képviselnek, és vannak olyan intézmények, amelyek a kormányokat képviselik, a tagállamokat, ugye ilyen a tanács, vagy az Európai Tanács, és míg a parlament a szupranacionális intézmény, a bizottság szupranacionális intézmény. És azt szoktuk mondani, hogy akik a klasszikus föderalisták, azok a szupranacionális karakterjegyeit szeretnék megerősíteni az Európai Uniónak a kormányközti karakterjegyeknek a rovására. Most ebben az értelemben mondjuk mi azt, hogy föderális. De ha valójában elgondolkozunk arról, tehát a föderális az ahhoz képest föderális, hogy most nem egy föderalista szintű szoros Európai Unióra beszélünk egyelőre, tehát a föderalizmus ennél szorosabb lenne. De nagyon helyes meglátás az is, hogy egyébként valójában ez lehet, hogy nem is elég kemény szó erre a föderalizmus, hiszen a föderalizmusnak is többféle típusa van, de annak az egyik lényege az, hogy valóban egyenlőséget biztosítson a föderáló államok között, annyival több ez már egy laza együttműködés, hogy van egy nagyon erős központi hatalom, nagyon sok mindent központi hatáskörben döntenek el. Na most az Európai Birodalom, vagy az Európai Egyesült Államok kifejezése talán jobban visszaadja azt, amire most Európában törekednek, egészen egyszerűen arra, hogy a hatalmat kiszervezzék a tagállamoktól Brüsszelbe. A tagállami nemzeti kormányoktól, nemzeti parlamentektől, a brüsszeli elit számára. Ez azért veszélyes, mert az Európai Uniót, amikor létrehozták, akkor alapvetően ez egy gazdasági együttműködés volt. Természetesen a lényege pont az volt, hogy békét teremtsen a különböző tagállamok között, de úgy is alakították ki ezt az intézményrendszert, hogy elsősorban a közös gazdasági döntéseket segítsék. Ezért egy rendkívül technokrata Európai Unió jött létre, amely arra alkalmas, hogy az eredetileg rábízott kérdéseket megvitassa és eldöntse, de arra nem alkalmas, hogy eldöntse, hogy az iskolákban bevezetik-e az LGBTQ és gender propagandát, vagy nem. Mert ez egy annyira kardinális kérdés az emberek számára, hogy egy ilyen alapvetően demokratikus deficittel rendelkező Európai Unió, erről nem szabadna, hogy dönthessen, ehhez sokkal nagyobb demokratikus legitimációra van szükség. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy amit mondott a hivatkozott lengyel képviselő is, az igaz, mert most azt látjuk, hogy egyes amerikaiakkal, amikor beszélek, egyébként ők azt mondták nekem, hogy
ők úgy hallották eredetileg, hogy az Európai Unió egy lazább politikai együttműködés, mint az Amerikai Egyesült Államok. Tehát hallva ezeket a példákat, ők azt látják, hogy az Amerikai Egyesült Államok tagállamainak nagyobb szuverenitása és önállósága van bizonyos meghatározó kérdésekben, mint Európában. Ezen érdemes elgondolkodni, így működik ez a brüsszeli elit. Igen, köszönöm szépen. Az adásunk végén akkor két rövid kérdés az európai parlamenti választási kampánnyal kapcsolatban. Hogyha megnézzük, naponta rá szoktam klikkelni, nem látok nagy változást a naponkénti elmozdulás. Nyilván ez majd a havi elmozdulás lesz majd az érdekes, hogy melyik csoportnak milyen támogatottsága van. Nagyon stabilan vezet az Európai Néppárt a volt, vagy talán még mindig konzervatív csoportosulás, és két jobboldali csoport, hogyha összeadnánk, akkor majdnem olyan erőt képviselne, mint a vezető, és megelőzni a szociáldemokratákat, a második helyezettet. Csak ugye, és most itt próbálok így két kérdést időspórlásból összegyúrni, hogy szerinted mi lesz a kimenetele ennek a júniusban? Ez a két jobboldali csoportnak az egyesülése fele fogja ellökni a döntéshozókat, mert megosztva úgy néz ki a jelenlegi statisztikánkból, hogy az EPP és a Szocdemek uralma a Renew-val kiegészítve megdönthetetlennek tűnik. Ha két csoport egyesülne, akkor lehetne fordulat Európába. Hogyan látod ezt? Egészen röviden én is nézem ezeket a közvéleménykutatásokat. A tendencia, ami leszűrhető, az, hogy az Európai Néppárt kb. 10-15 képviselővel kevesebben számolhat, mint ami jelenleg neki most van. A szocialistákra ez ugyanez igaz, tehát van egy kisebb mértékű visszaesés az esetükben. A Renew Europe-nál már jelentősebb az visszaesés, és a zöldeknél még jelentősebb. Közben az erősödés az a jobb oldal, az Európai Néppártól található jobb oldalon figyelhető meg, tehát az ECR a konzervatívok esetében, és az ID frakció esetében, tehát ők gyűjtik be ezeket a mandátumokat az előrejelzések alapján. A nagy kérdés az az számomra, és ez talán a legreálisabb kérdés, hogy az ID, ECR, és teljesen mindegy, hogy fogják őket hívni később, vagy milyen jellegű koalícióra lépnek, vagy hogy fog ez alakulni, de az ECR, ID és az Európai Néppárt együttesen rendelkezni fog-e annyi képviselővel, hogy ők alakíthassanak inkább egy koalíciót, egy jobb oldali perspektívájú koalíciót, és ne pedig az Európai Néppárt, amely klasszikusan még régen jobb oldalinak tartotta magát, az ne a szocialistákat, zöldeket és a liberálisokat kövesse. Ez lesz a nagy kérdés, hogy meg lesz ennek az elvi lehetősége. Valamelyik jobb oldali frakció, ICR vagy ID befut a második helyre a mostani liberálisok helyett, és ott utána még fontosabb kérdés, mit kezd ezzel a helyzettel az Európai Néppárt? Elárulja a jobb oldalt, és folytatja a közös irányítást a bal oldallal, vagy pedig hajlandó lesz a jobb oldallal együttműködni inkább, és egy jobb oldali Európa következik. Ezek még nyitott kérdések. Ugye a közvéleménykutatásokban az is zavaró lehet, hogy félrevezető, hogy ugye a Politikónak a Polls of Polls-a, ez az aggregált közvéleménykutatás mutatója, ez kis csillaggal jelöli, hogy a még nem tagpártokat, amelyek még nem tagjai egy vagy másik politikai frakciónak, azokat nem számítja bele. Tehát azért itt még ez egy jelentős torzulásokat is láthatunk ezekben a felmérésekben. Meg kell várni a választásokat, és utána lehet okosabbnak lenni. Köszönöm. Utolsó kérdésem pedig az, hogy mi lesz a Fidesz-szel. ICR tag lesz. Kicsit kivárnak, megvárják a júniusi eredményeket, és akkor azonnal csatlakoznak. Ez lesz a forgatókönyv? Hát ezt a Fidesz vezetőségétől kell természetesen megkérdezni. Voltak már olyan bejelentések, akár tavaly is Dajs Tamás részéről olvashattunk egy interjút, aki az ICR mellett tette le a voksát, de én úgy gondolom, hogy meg kell várni a politikai folyamatokat. Az európai parlamenti választások közelettével és azok elmúltával sokkal okosabbak leszünk ebben a kérdésben. Gát Ákos Bence, Brüsszelből köszönöm szépen az elemzést, és köszönöm, hogy itt voltál velünk, és visszavárunk majd, esetleg majd a júniusi parlamenti választások előtt közvetlenül egy gyors elemzésre. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves hallgatóink, Gát Ákos Bence elemzőt hallották. Következő héten folytatjuk valószínűleg egy ukrajnai háborús elemzése. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra, viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.